tavaly mutattunk néhány illúziószámot, és most hoztunk újakat, még humorosabbakat, plusz készültünk olyannal is, hogy mert nagyon sok gyerek nézőnk volt tavaly, olyan bűvészmutatványokkal, amik hát kifejezetten gyerekeknek való szórakoztató dolgok, úgyhogy teljesen megújult műsorral készültünk idén. Hát új trükköket mindig hosszadalmas kifejleszteni, kipróbálni és színpadra vinni, de igazából ez az, ami éltet minket hosszú távon, mert hogyha ugye nem lenne lehetőségünk nekünk is megújulni, és mindig csak ugyanazt csinálnánk, akkor idővel belefásulnánk, tehát pont ez a fajta kreativitás, az újítás hozta izgalom, az az, ami nekünk is feldobja ilyenkor legalább annyira az előadást, mint a nézőknek. Nagy örömmel mutatjuk be önöknek az évek óta nagy sikerrel futó Illúzió Mesterei című előadást, amelyben az ország legjobb bűvészei lépnek fel. Nagy Molnár Dávid, világbajnoki ezüstérmes illúzionista, és Hajnóci Soma, kétszeres bűvész világbajnok, a varázslatok világába repítik el önöket. Tisztelt hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a színpadon az Illúzió Mestereit! Én már nagyon régóta benne vagyok ugye ebbe a szakmában, több mint 30 éve, és a repertoárom az nem csak az a műsor, amit tavaly hoztam ide, úgyhogy ez a meglévő repertoár lett ide igazítva. Raktáron lévő varázsládákat hoztam el. Az igazság, hogy például van az egyik szám, amit ma csináltam, azt itt csináltam először. Úgyhogy ma volt az első tesztközönségem, nagyon jól sikerült, mikor lejöttem a színpadról, kérdeztem, hogy tök jó. Ez mindig egy izgalmas dolog, mert én otthon ugye megírom a szkriptet, megírom a poénokat, meg van, hogy milyen interakció fogna történni. Most már azért, bár 100%-ra nyilván senki nem tudja megírni, hogy ez mennyire fog működni, vagy nem fog működni, de azért látom, hogy milyen irányok jók, milyen irányok működnek, melyek kevésbé, és aztán így előadásról előadásra alakul a maga a trükk, maga a produkció. De a mai szerintem kifejezetten jól sikerült, úgyhogy én nagyon örülök neki. Erősen koncentrálsz a választott lapra, elindul a másolás folyamata. Felmásoljuk az adatot, sikerült felmásolni a flopira. Kireszünk, átmegyünk el hozzá Fannihoz. Fanni, beteszem, erősen koncentrálj, mit választhatott Áron, jó? Elindul Fannira, Fanni azonnal letöltötte. Így. Tehát nem Laca facázott. Fanni, igenre vagy nemre lesz szükségem, ahogy ránézel a kártyákra, van-e ötleted, hogy az Áron által választott lap piros vagy fekete? Piros. Piros. Köszönöm az igent vagy nemet.